úgynevezett mély agyi stimulációs kiválósági központdíjban részesítette a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ idegsebészeti és neurológiai klinikáját egy orvostechnikai eszközökkel foglalkozó multinacionális vállalat. Közép-Kelet-Európában és azon belül hazánkban ugyanis először alkalmaztak egy új technológiát a mély agyi stimulációs terápia terén. A folyamat a neurológiai klinikán kezdődik a kivizsgálással. A beavatkozást az idegsebészeten végzik, majd a beültetett pacemaker programozása ismét a neurológiai klinikán történik. A későbbiekben szükséges esetleges korrekciók, stimulációs értéke korrekciója már távirányítással valósítható meg. Ez egy teljesen új fejlesztés a magyarországi viszonylatban. Plécsi klinikának jutott az a megtiszteltetés, hogy elsőként alkalmazhattuk ezt már több beteg esetében a távirányítással történő beteg stimulációs programozás. A mély agyi stimulációs kezelés során egy agyi pacemaker úgynevezett stimulátor által leadott elektromos ingerléssel lehet az agyi működést normalizálni. Számos betegség tüneteit enyhíti, a különböző eredetű remegések javulását eredményezi ez a technológia. Magyarországon 2001-ben történt Pécsen az első társadalombiztosítás által finanszírozott beavatkozás. Az elmúlt több mint 21 évben 600 beteget kezeltünk mély agyi stimulációs kezeléssel. Parkinson-korban, disztóniákban, remegésekben, bizonyos epilepszia betegségekben lehet életminőségjavulást elérni. Eddig csak személyes vizsgálattal volt megoldható az eljárás, a közelmúltban azonban egy úgynevezett virtuális klinika segítségével már nincs szükség a páciens jelenlétére. Internetes kapcsolaton keresztül konzultálhatnak a szakorvosokkal, akik pedig távolról ellenőrizhetik a beteg állapotát.